Elnök úr, néha észreveszem azt, hogyha olyan témába kapunk bele, amiben nincsenek érvényes válaszaik, akkor vagy kommunisták leszünk, vagy elkezdenek másról beszélni. Semmi bajom azzal, hogy önkormányzatok adott esetben átadják intézményeiket egyházak számára. Az, hogy most ez hogyan történik, mint történik, törvényesen történik, és semmi probléma ezzel a dologgal. Ezt a úgy immáron egyházi intézményt ugyanúgy az adófizetők tartják fent, kicsit több pénzből természetesen az állami költségvetés terhére, mint ameddig az önkormányzat kapott addig, de rakjuk zárójelbe ezt is, ez sem érdekes. De az, hogy tetszik, nem tetszik, ez van. És ez a szabadság már ön szerint, ami megvalósult, hogy nem a paradicsom, az azért enyhe túlzás. Tehát, uram, még egyszer, ha Kecelen egyetlen egy felekezethez tartozó általános iskola működik, a következő meg 30 kilométerre. Egyébként az odajáró gyereknek kötelezően kell hittanra járnia. Egyébként, ha nem jár, akkor pedig igazolatlan hiányzás miatt éri hátrány. Az ott dolgozó pedagógusnak el kell járni a templomba, mint régen, ami szintén kötelező volt a május 1-i felvonulásra. Ez szabadság? Nem szabadság. 12/2-es ki kell venni ebből a jogszabálytervezetből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő 2 perces, Túri Kovács Béla, Fidesz. Köszönöm szépen. Én attól tartok, hogy a vitának ez a része egy kicsit 19. századi. Tehát az, ami most a vita folyik, és amiről szó van, azon egy kicsit már túljutott valamennyi Magyarországon ténylegesen működő olyan egyház, amely itt egyáltalán szóba jöhet. Hát hadd mondjam el a saját példámat, én egy református gimnáziumban katolikusként bátorkodtam nevelkedni. Soha nem, hogy hátrányom nem volt, hanem kifejezett előnyem. Hadd enyhítsem a mostani vitát azzal, hogy miután a református tanárok ugye nem ismerik a Mária ünnepeket, következésképpen minden nehéz dolgozatírás előtt lehetett egy Mária ünnep. Nem olyan borzasztó ez, ahogyan ezt most itt próbáljuk beállítani. Itt arról szól a történet, hogy akarunk-e párhuzamosan olyan fajta oktatási rendet kialakítani, ahol az én meggyőződésem szerint is az állami felelősség az elsődleges. A semmi más nem helyettesítheti. Az államnak a felelőssége az oktatásért elsődleges, és oly módon kizárólagos, hogy ha átenged ebből valamit, akkor a felelőssége ettől még változatlanul fennáll. Következősképpen, amiről itt beszélnek a szocialista képviselőtársaim, azok a feltételezett anomáliák, azok olyan fajta anomáliák, amelyeknek meg kell legyen a reparációja is. Tehát a meggyőződésem, hogy akkor, amikor olyan fajta ellentéteket próbálunk felfedezni, akkor, amikor egyházi iskolákat hoznak létre, amelyek szembeállnának az állami és az egyházi iskolák, ezeknek a fenntartása, ezeknek a felügyelete tekintetében, akkor nem egységes államba gondolkodnak. Az egységes államnak ugyanis határozott feladata, ezt vallom, soha nem szavaznék meg olyat, ahol megszűnne ez a fajta állami feladat és ez az állami kötelezettség. Ha pedig ez így van, akkor ezek, amelyekről beszélünk, csak anomáliaként jelenhetnek meg. És ha így jelennek meg, akkor ezek kiküszöbölésében bizonyosak lehetnek, hogy a kormány oldalnak teljes mellszélességgel részt kell és részt is fog venni. Én azt gondolom tehát, hogy ezek az aggályok ilyen értelemben nem csak fölöslegesek, hanem inkább talán nehezítik csak a helyzetet. Köszönöm szépen. Sogon kívüli 2 perces, Szászfalvi László, államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nyakó képviselő úrnak a vehemens hozzászólásaira szeretnék röviden reflektálni. Nyakó képviselő úr koncepciózusan összemossa azt a két fajta egyházi intézmény fenntartást, amely részben ugye alapítási jogon, alapítói jogon jött létre, másrészt pedig átadás átvételi lehetőségként. Azt gondolom, hogy az a néhány példa, amit említett, lehetséges, hogy viták vannak ezeken a településeken, de az túlnyomó többségén a településeken nincsenek viták, ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy olyan oktatási részletkérdésekről beszélünk, amit szerintem nem az egyházi törvényben
kell kivitatnia, majd az oktatási törvényben biztosan eljön az ideje ennek. Harmadrészt pedig azt gondolom, hogy ugyanilyen érzékenynek kellett volna lennie Nyakó képviselőnek az elmúlt években, amikor sorra zárták be az intézményeket, akkor érdekes, nem érdekelte különösebben Nyakó képviselőrat az ott dolgozóknak a egzisztenciája, és mi lesz vele, hogy lesz az élete az elkövetkezendő időszakban. Tehát azt gondolom, kedves Nyakó képviselő úr, hogy az aktuális időben kellett volna ugyanilyen vehemensen ezekkel a kistelepülési iskolákkal foglalkozni. Én azt hiszem, hogy azokon a településeken, ahol békesség van, ott együtt tudnak önkormányzat és egyház és a helyi közösség építkezni, és iskolát és intézményt működtetni, ahol háború van, ott egyébként a búzsák is hallgatnak, tehát ott tényleg nem sok mindent lehet csinálni. Mi arra törekszünk, hogy valóban a helyi közösségek közös bölcsességgel tudják ezeket a kérdéseket rendezni. Egyébként megjegyzem, hogy amikor ellenzéki képviselőtársaim jönnek ezekkel a példákkal, néhány ilyen problémás helyet tudnak-e megemlíteni, és egyébként általában a 99%-ban önkormányzatok mennek oda az egyházakhoz, és az egyházak megfelelő önmérséklettel igyekeznek józan, bölcs döntéseket hozni. Tehát tessenek szívesek fölkeresni az önkormányzatokat, tessenek megkeresni az igazgató urakat, és ővelük konzultálni ezekről a kérdésekről, és nem pedig az egyházakat ilyen helyzetbe hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Farkas Gergely képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Nyakó István képviselőtársam, nem terveztem hozzászólni a vitához, de történetesen keceli vagyok, így aztán kénytelen vagyok, ugyanis felidegesít az, hogy mindenféle tudás nélkül önök folyamatosan kecelre hivatkoznak, egy sajtóértesülésre hivatkozva, ami ráadásul tele van ferdítésekkel, valótlan információkkal. Ez nem az ön hibája, ez az Indexet minősíti, de úgy gondolom, hogy ha ön ezt hivatkozási alapul használja, és tegnap Hiller István képviselőtársa is a bizottságban erre hivatkozott, akkor az lett volna a minimum, hogy utána jár, hogy az ott leírt dolgok vajon valósak-e. Ugyanis számtalan dolog nem igaz abból. Nem igaz az, hogy kötelező lenne mindenkinek hittanra járni. Személyesen beszéltem a helyi plébánossal, elmondta, hogy választási lehetőség van természetesen mindenkinek, aki nem szeretne valamelyik vallásnak a hittanjára járni, annak erkölcstanórája lesz. Az sem igaz, hogy 30 kilométerre kellene vinni a diákokat, hogyha éppen így adódna, 10 kilométerre ott van Kiskörös Soltvadkert, oda át lehet vinni a diákokat, ha mégis valaki emellett döntene. Egyébként nagyon kevesen fognak emellett dönteni, ugyanis a lakosság nagyon nagy része támogatja ezt. És nem csak a lakosság, hanem a képviselőtestület. És a képviselőtestületben olyan független képviselők szavazták meg ezt az intézmény átadást, akik egyértelműen nyilvánvalóan önökkel szimpatizálnak, tehát esetleg velük kellene először elbeszélgetni, hogy miért is szavazták meg, hogyha ilyen félelmeik lettek volna, de hogy nincsenek, mert látják a valós helyzetet. Tehát úgy gondolom, hogy, és ő még elmondta nagy bántásként, hogy milyen hátráltató tényező az, hogy évente 3 szentmisén esetleg részt kell venniük a pedagógusoknak. Hát kérdem én, ön is hány olyan eseményen vesz részt a munkájából adódóan, ahol esetleg frakciülésen is, ahol nem lenne kedve? Nehogy az legyen már a probléma, hogy évente 3 alkalommal egy tanárnak, aki egy katolikus fenntartású intézményben tanít, el kell mennie, és nem az önök frakciüléséhez hasonlóan arról hall, hogy kell átverni az embereket, vagy hasonló tisztességtelen dolgokról, hanem valami erkölcsi felemelkedés, tartalmas gondolatokat hall ezen a szentmisén. Úgy gondolom, hogy ettől nem lesz senkinek problémája. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő 2 perces a Varga László, képviselő úr, KDNP. Farkas képviselőtársam már a kecelit elmondta, mint Bács megyei, körülbelül ugyanezt akartam elmondani, ismervén kecel. Az pedig, hogy 3-szor ott kell lenni, nyilván az évnyitó, az évzáró, meg még egy alkalom. Ebben nem hal bele még az elkötelezett ateista se. De én voltam egy 21 évig egyházi iskolának az alapítója, meg fenntartója, tudom, hogy mennek a dolgok. De Nyakó képviselő úrnak én már azt hiszem személyes beszélgetésben mondtam. Ezt szeretném elmondani, hogy pontosan az oktatási törvénybe kell majd szabályozni, hogy ahol egyetlen iskola van, és az egyházi fenntartásban van, ott legyen szíves az önkormányzat, amikor szerződést köt az egyházzal, kikötni azt, hogy milyen elvárásai vannak.
Ha nem tetszik egyiknek, akkor nem kötnek szerződést. Ha nem tetszik a másiknak, nem kötnek szerződést. Ezt szerződésbe kell rendezni, és valóban úgy, ahogy elhangzott, ez egy pár helyen probléma, komolyabb helyeken nem. Kecelen meg különösen nem. Ott még református sincs, csak katolikus. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő két perces Nyakó István, képviselő úr, MSZP. Köszönöm, elnök úr, aztán majd lépek is a témáról. Van még itt elég ebbe a törvényjavaslatba, amire fel kéne hívnunk a figyelmet országvilág előtt. Hát most, hogy az Index így a baloldali sajtóorgánulok hadába besorolt, és nekünk kedves és aranyos írásokat megrendelt írásokat ír le, gondolom erről majd tartanak ők egy sajtótájékoztatót. Kecelen a testület, ha jól tudom, hétfős. Egy szocialista képviselő van benne. Természetesen nem szavazta meg az erőterjesztés. Azzal együtt, ha jól tudom, hogy az önkormányzat delegált végül is a testületből igazgatót, hiszen képviselőtestületi tag talán az új igazgató, akkor ezt is rosszul itt az Index. Egy a lényeg. Kecelen nevét vállalva egy szülő, ha már kimondta a lap nevét, én is kimondtam, az Indexen elmondta, hogy probléma van. És ha nem 20 kilométerre vagy 30, akkor 10 kilométerre van a következő intézmény, ahova neki az odajáró gyerekét, aki régen odajár, át kéne vinni egy másik helyre, ami véleményem szerint aránytalan plusz feladatot is terhet ró a családra. Mondom még egyszer, szerintem a 12/2-est ki kell venni ebből a törvényjavaslatból, azzal együtt, hogy valóban nem beszéltünk a keceli önkormányzattal, egyébként Lendvai Ildikó képviselőtársam beszélt ott a képviselőtársunkkal, úgyhogy majd kitér erre, reagál. Ugyanakkor mi azt látjuk, hogy legalábbis nem tudjuk, hogy önök kivel egyeztették le ezt a törvényjavaslatot. Hallottuk már, hogy egyeztettek egyházakkal, de eddig még nem hallottunk egyháznak a nevét se, amit kimondtak volna. Szó volt arról, hogy egyeztettek társadalmi szervezetekkel, de eddig még egynek sem hallottuk a nevét. Kivel és hol volt társadalmi egyeztetés, mely egyházakkal, erre még majd kíváncsiak leszünk, de önök az általános vitában sem mondták el, meg a bizottságén sem mondták el, meg soha nem fogják elmondani, mert élek a gyanúperről, hogy nem nagyon egyeztettek senkivel. Köszönöm szépen. Következő két perces Révész Máriusz, Fidesz. Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, a tegnapi keceli cikk azért, hogyha figyelmesen olvastuk, akkor számos önellentmondástól hemzsegett, és kellően rossz indulatú volt. Ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy Nyakó Istvánnak igaza volt, van abban, hogy a keceli iskola igazgatónak volt egy-két szerencsétlen mondata. Az Oktatási Bizottság ülésen, amikor ez a téma szóba került, akkor mindannyian megfogalmaztuk, és ebben majdnem konszenzus volt, hogy itt azért különbséget lehet tenni iskolák és iskolák között, és az iskolák és iskolák között az intézmény fenntartó egyházaknak másként kell viselkedni. Az egy teljesen abszurd és elfogadhatatlan helyzet, és nem csak katolikus vagy református iskolákat érintett, de például a hídgyülekezete is néhány évvel ezelőtt hosszú pereskedésbe bonyolódott, mert megmerte követelni a világnézeti elkötelezettséget egy tanártól, ami egy teljesen abszurd helyzet. Tehát a budapesti piarista gimnáziumban vagy szentendrei ferenceseknél nyilvánvalóan az egyház megkövetelheti, hogy olyan ember menjen oda tanítani, aki egyébként azokat az erkölcsi normákat, azt a világnézetet, amit ő képvisel, azt tudomásul veszi és gyakorolja. Nyilván teljesen más a helyzet egy kis településen, ahol az önkormányzati intézmény, ha megszűnik, akkor az egyházi iskola monopól helyzetben van, de az Oktatási Bizottságban is azt mondtuk, hogy erre az a megoldás, hogy igenis, ezeken a helyeken az egyházaknak önmérsékletet kell tanúsítani, egyébként tanúsítanak is, és a cikkben a végén azért kiderült, hogy ebben az esetben sem kötelező hittanórára járni, hanem lehet helyette választani az etika oktatást is. Ezt a cikk végén egyébként leírták, úgyhogy a cikk az egy kicsit hangulatkeltőre volt megszerkesztve. Még egyszer, az a dolognak a lényege, hogy egyházi iskolában az egyház a tanáraitól egyébként legyen joga megkövetelni azt, hogy bizonyos világnézethez kell, hogy tartozzon. Ha ezt a lehetőséget az egyházi iskoláknál nem adjuk meg, akkor egy teljesen lehetetlen helyzetet teremtünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További két percesek.
Harga Péter, frakcióvezető úr, KDNP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, amikor megnyomtam a gombot, akkor még a vita elején voltunk, és akkor talán lehetett volna újat mondani, most már egy kicsit nehezebb. Valóban a világnézeti semlegesség és a világnézeti elkötelezettség egy olyan téma, amiről érdemes beszélni. Ennek van egy elvi és van egy gyakorlati, a magyar valósághoz alkalmazható szemlélete, nézete. Az elvi kérdés az sajnos az eddigi gyakorlat szerint azt mutatja, hogy világnézetileg semleges kifejezés a rendszerváltás kezdetén ideológiai vitákat gerjesztett. Sok esetben a világnézetileg semleges gondolat egy burkolt egyházellenességet takart, hiszen ha belegondolunk, világnézetileg semleges ember, intézmény, oktatás nincsen, az államnak valóban lehet egyfajta semleges szerepe. De ha a valósághoz próbáljuk alkalmazni ezt a kérdést, és megpróbáljuk ezt ilyen magas indulati szint nélkül nem csupán politikai kérdésként kezelni, sokkal inkább egy település lakosságának egymást megértő szavaival, akkor azt kell mondanunk, hogy se az egyházi intézmények, se az önkormányzat és egyház kapcsolata nem nélkülözi azokat a lehetőségeket, amiket a kérdés rendezésénél fel kell vetni. Én is egyetértek azzal, hogy az oktatás ügyben elsősorban az oktatási törvényben kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Másrészt viszont nem életszerű az az aggodalom, ami megfogalmazódik az előbb elhangzottakban. Hiszen az egyházi intézményekben akkor, amikor átveszik, vagyis a semmi helyett van egy egyházi intézmény, van annyi bölcsesség, hogy ezt a helyzetet megfelelően kezelik. Ez a gyakorlat, ezt láttuk eddig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő két perces Szűcs Erika, Magyar Szocialista. Köszönöm a szót, elnök úr. Én azért egy konkrét példával szeretném a helyzet különbözőségét illusztrálni a korábbi időszakéhoz képest. Szerintem nem egyházi, hanem egyházi fenntartású iskolák vannak, és ezeknek az iskolátadásoknak a hátterében tisztán gazdasági érdekek vannak, a települések megkívánják őrizni az iskoláikat. Ettől teljesen eltér, és ezért mondom, hogy a miskolci példát hoznám, ahol 16 éves önkormányzati tapasztalatom van, és 94-98 között a várost irányító nagykoalíció megállapodásra jutott abban, hogy minden nagy történelmi egyház számára biztosítja, hogy az óvodától a középiskoláig terjedő oktatási infrastruktúrája legyen. Megállapodás született a református egyházzal, a katolikus egyházzal, a görög katolikus egyházzal, majd az evangélikusokkal is, és gyakorlatilag ki is alakult ez a hálózat. Akkor ez az önkormányzat részéről egy tudatos lépés volt, amely arról szólt, hogy Miskolc város közönségének biztosítja, hogy szabadon, a világnézeti meggyőződésének megfelelően, vagy egyházi fenntartású, és természetesen ott minden miskolci tudta, mert volt választási lehetősége, és minden pedagógus tudta, mert volt választási lehetősége, hogy másfajta követelmények is vannak, mint az önkormányzati iskolában, de volt egy széles önkormányzati hálózat. Viszont a legutóbbi önkormányzati döntések már egyáltalán nem erről szóltak, és az indoklás sem erről szólt. Az indoklás arról szólt, hogy mennyi pénzt takarít meg az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy ma az iskolaátadásokat alapvetően gazdasági dolgok motiválják, azt gondolom el lehet azt várni, hogy ebben az esetben az egyház biztosítsa a világnézeti semlegességet, ahogy egykor Miskolc, amikor tehette, az egyházak számára biztosította, hogy oktatási intézményeket tartsanak fönn az óvodától az érettségéig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő két perces Hoppál Péter, képviselő új Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, a szocialista képviselőtársaink megnyilvánulásai úgy tűnik, hogy a riadalomtól és a riogatástól terhesek. A riadalomtól, miszerint a 40 éves privilégium az rendjén való volt, amikor az iskolákban a kötelező ideológiát kellett súlykolni a gyerekek fejében.
Aztán az ateista ideológiát felváltotta ugye az ideológiai semlegesség súlykolása 20 éven keresztül a szabad Magyarországon, és attól való riadalmukban kapkodnak itt a felszólásaikban, hogy mi lesz, hogyha egy európai norma kerül kialakításra végre Magyarországon is, ami a környező országokban már bekövetkezett, jelesül, mi lesz, hogyha az ószövetségi és az újszövetségi tanítás végre visszakerülhet az osztálytermekbe. Tisztelt szocialista képviselőtársaim, ugye emlékeznek arra, amikor 1948-ban az önök jogelődei vagy hagyományelődei, Rákosi Mátyás és Pribékjei vezetésével kidobták a Bibliát a tantermekből és a tanári asztalokról. No, látják, ezt a hibás és történelmi gaztettet nem sikerült a mai napig rehabilitálni. Az, amitől önök félnek és riogatnak, az egy európai norma. Ez egy európai norma bevezetése. Én nem hiszem azt, hogy ha önök mélyen magukban néznek, akkor nem értenének egyet azokkal az elvekkel, amelyeket egyébként ezekben az egyházi intézményekben a gyermekek számára perspektívaként a történelmi egyházak bemutatnak, felmutatnak. Én azt hiszem, hogy ha önök visszanézik a felszólásaikat, akkor a riadalom és a riogatás helyett, inkább a tényekre szorítkozva, talán magukkal szembenézve bocsánatot kéne kérni azért, hogy az elmúlt ciklusokban mennyi intézményt zártak be, és hogy mennyi iskolában nem vált lehetőség arra, hogy a gyermekek a továbbtanulásokat folytassák. A mai kormánynak és a mai parlamentnek az a kötelessége, hogy lehetőleg biztosítsa az európai normájú nevelést az iskolákban. Köszönöm szépen. 2 percre Sogon kívül Százfalvi László államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, csak néhány mondatos reflexiót hadd tegyek Szűcs Erika képviselőtársunk felszólalására. Én nagyon örülök neki, hogy elmondott pozitív példát is, hogy ahol van akarat, ahol van jó szándék, ahol van együtt gondolkodás, ott lehet nagy dolgokat alkotni, csodákat is művelni, idézőjelbe téve. Én azt hiszem, hogy amit ő elmondott, ha nem is világnézeti semlegességet lehet elvárni vagy kérni az egyházi intézményektől, de azt gondolom, hogy évszázadok óta gyakorolják azt a fajta türelmet, amiről Turi Kovács Béla képviselőtársunk egy személyes példával tett tanúbizonyságot. És én azt hiszem, hogy nyilván ma másféle formában, mert akkor másféleképpen működött a világ, ma másféle formában gyakorolják az egyházak, az egyházi intézmények ugyanezt a türelmet, toleranciát, akkor, amikor ezeken a településeken, vagy ezekben a közösségekben igyekeznek a hittan, a kötelező hittan mellett, vagy azzal párhuzamosan lehetőséget biztosítani erkölcstan órák megtartására, illetve minden felekezet számára a hittan órának a... Köszönöm.